köszöntöm Önöket. Mai sétánkban Tompa Mihály költőre emlékezünk a Népi Nemzeti Irodalmi Irányzat egyik legkiemelkedőbb képviselőjére, aki egyébként református lelkész is volt, és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, és nem mellesleg, hát ugye utcát is neveztek el róla kerületünkbe, de szerintem ezt az itt lakók, meg a budapestiek is nagyon jól tudják. Igen, azt hiszem, Induljunk onnan, van. hogy milyen családba született. Hát egy igen szegény családba született. Rimaszombat városában, 1817-ben. Az édesapja csizmadia volt, az édesanyja pedig cselédként szolgált. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem, nem mondok rosszat, hogyha azt a kifejezést, mai gyakra, gyakran használt kifejezést használom én is, hogy mély szegénységben uh -huh. élt, illetve éltek. Az édesanyját ezen kívül, hogy a, 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 az ő gyerekkorát, még inkább jellemző dolgot mondjak, nagyon korán elveszítette, és az édesapja nem igazán törődött vele. Tehát nagyon kevés szeretetet kapott. Uh -huh. Az édesapjának az apja, tehát az apai nagyapja vette magához, Igrici községben, nevelte egy ideig, és aztán utána, ami igazán meghatározó volt az ő későbbi pályafutását, illetően is Sáros Patakra került a híres kollégiumba ahol bölcsészetet, teológiát és jogot tanult, Aztán, de, de szolgadiákként, ez egy fontos dolog, ezt a kifejezést bizonyára kevesebben ismerik Igen. manapság már, az azt jelenti, hogy nem volt pénze arra se neki, se, se a nagypapájának, hogy, hogy megfizesse a tandíjat, úgyhogy valahol szolgálnia kellett ahhoz, hogy az abból kapott pénzzel, a tandiát ki tudja egyenlíteni, vagy be tudja fizetni. Úgyhogy azt hiszem, hogy az életének első 20-25 éve az, az tényleg arról szólt, hogy, hogy, hogy a mindennapi kenyeret valóban elő kellett valahogy teremtenie, és az aztán később a költészetében is, meg a természetében is megnyilatkozott, elég morózus, depresszióra hajló ember volt. Volt benne egy kis hipohondia is, uh -huh. tehát nagyon félt a betegségektől. Úgyhogy az igazi vonzerőt számára az irodalom jelentette, bár amikor pályát kellett választani, akkor nem, hát akkor nem is igazán lehetett költészetből megélni, vagy, vagy írásból, ha csak nem újságíró volt valaki. De hát ez ritkaság számba ment annak idején, az 1840-es években. Szóval, amikor választani kellett pályát, akkor úgy döntött, hogy ő lelkész lesz, tehát református lelkész. De mielőtt az első állását elfoglalta volna, az előtt már publikált különböző folyóiratokban, és 1846-ban a Kisfaludi Társaság felhívására vagy pályázatára ő is írt egy, egy nagyon szép hőskölteményt, az volt a címe, hogy, hogy Suhai Mátyás, illetve az a címe, hogy Suhai Mátyás és a Kisfaludi Társaság külön díjban is részesítette őt, de hát abban az évben a Toldi, Arany János nyerte a fődíjat, úgyhogy ö, ö, örülhetett ennek a külön díjnak, de el kellett ismernie, hogy van nála ö, mondjuk így ö, nagyobb költő is. Ők jó barátok voltak. Igen, nagyon érdekes, hogy, hogy ez hozta őket tulajdonképpen össze, és egy nagyon szoros barátság szövődött közte, és Arany János között először csak leveleztek. Petőfit sokkal előbb ismerte meg egyébként, már 1845-ben eperjesen találkozott vele, és egész 1848-ig nagyon közeli barátja is volt, és aztán megromlott közöttük a viszony, de Arany Jánossal haláláig nagyon szoros barátságban volt, és hát többször meg is látogatták egymást 1852-től, de ne fussunk annyira előre, mert az ő életében is egy nagyon fontos állomást jelentett a 48-as forradalom és szabadságharc. És hogy milyen szerepet vállalt a szabadságharc idején? Hát ő a, a, a testalkatát tekintve sem volt igazából arra predestinálva, hogy, hogy, hogy katonaként szolgáljon, és egyébként pedig ugye lelkész akart lenni, úgyhogy ő tábori lelkészként szolgált a szabadságharc idején, de közben betegeskedett is, úgyhogy 1849-ben, még a szabadságharc bukása előtt, ő a tábori lelkészséget is hagyta, de ez elsősorban egészségi állapota miatt volt így, és Keleméren kapott egy, egy, egy hivatalt, tehát ott, ebben a faluban kezdte el a, a pályafutását tulajdonképpen, és itt ismerkedett meg a feleségével. Zsoldos Emíliával, akivel egy nagyon harmonikus családi életet éltek, de sajnos ez sem volt felhőtlen. Két fiúk született, és mind a kettő kiskorában, fiatalkorában meghalt, gyerekbetegségben, vagy gyermekbetegségben. És hát a 49-et követő elnyomatás is nagyon erősen rányomta a hangulatára Tompa Mihály hangulatára a bélyegét, 1851-ben pedig egy külön atrocitás is érte Ez a őt. Gólyához című verse, ugye? Így van, pontosan. Ekkor írta a, a, talán a legismertebb és leghíresebb, legnépszerűbb költeményét, a Gólyához című verset, ami hát tulajdonképpen arról szól, hogy Magyarországot eltiporta a, az idegen hatalom, és itt már nincsen élet, és a gólya madár jobban teszi, ha nem jön vissza délről, és marad ott, ahol van. Hát természetesen a hatóságok ezt úgy értelmezték, hogy üzenni szeretne, politikai, vagy politikai üzenetet akar az olvasó közönséggel megosztani, úgyhogy hát zaklatták, kihallgatták, először három hétig, aztán a hat hétig kassán őrizetben volt, tehát azért lelkileg is talán fizikailag is meg, megszenvedte a, a, ezt az időszakot, e, és tényleg azt kell mondani, hogy Arany János barátsága volt az, amely őt e, tovább lendítette, kihúzta ebből a mély válságból. E, 1852-ben találkoztak először, és utána, amikor csak tehették, megpróbáltak személyesen e, mindig összejönni, ami nem volt egy egyszerű dolog, hiszen ő először Keleméren, aztán később Hanván volt lelkész, Arany János pedig 1860-tól már Pesten lakott, egész haláláig, és 1855-ben őt meglátogatta Hanván, és egész Gömör megyét bejárták, Felső Magyarországot végig utazták, nagyon kellemes élményeket szereztek, és aztán visszaadta a látogatás kölcsönét, mondjuk így, Tompa Mihály, mert 1864-ben hosszabb időt Arany János lakásában töltött Arany János vendégeként, abban a lakásban lakott, ahol ami az ülői úton, az ülői út Erkel utca sarkán, tehát a Ferencvárosban most is megtalálható egyébként, úgyhogy nagyon érdekes módon kötődik a kerülethez. És hát 1868-ban aztán fiatalon, meg is halt. És nagyon gyorsan eldöntötték a, a város vezetői, hogy, hogy, hogy utcát neveznek el róla, de, de várni kellett néhány évet, hogy, hogy ez meg is valósuljon. 1876-ban kapta a mai nevét az az utca, amit eredetileg főutcának hívtak, és valóban ez volt tulajdonképpen a kerület tengeje, úgyhogy Azóta is Tompa utca a Tompa utca, és remélem, hogy az is marad. És eh, ahogy az előző adásunkban is említettem, Máriás Jánosra kapcsolatban büszkék lehetünk, hogy ilyen utca nevünk is van. És akkor ő hol van most eltemetve? Hát Hambán, eh, Szlovákiában található az ő sírja, és egy nagyon szép, ugye ezen a képen látható is, nagyon szép obelisk eh, alatt nyugszik ő. Eh, szülő városában látható az egyik legszebb, hanem a legszebb szobor, amit, ami, ami őt ábrázolja, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a Ferencvárosban is található, a Tompa utcában egy nagyon szép épület dísz, amely őt ábrázolja. Szóval több szempontból is kötődik a Ferencvároshoz. Ugye Arany János nevét többször említettem, és hát azt is, hogy hogy 1876-tól Viseli a tompa utca a tompa nevet, és hát remélem, hogy ez így is marad jó sokáig. Tehát ez a ezzel emlékszik tompára. És akkor következő adásunkban ugrunk most már egy picit az időbe, és az FTC egyik alapító tagjára Antoni tamásra emlékezünk majd.